A mai beszélgetések közül az első vendége Mika János professzor, akit szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, aki egyébként az Eszterházy Károly Főiskola tanára, professzora, klímakutatással, meteorológiával foglalkozik. Az éghajlat egyfajta meder, amiben az időjárás mint folyam folyik, hát időnként kicsap ebből a mederből. Ez még nem jelenti azt, hogy már máshol van a meder, ez teljesen természetes dolog tőle. Amikor majd sokszor egy irányba csap ki, akkor elkezdhetünk gondolkozni, hogy jó helyen ismerjük-e a medret. Sajnos az a helyzet, hogy az éghajlat változik, de ezt biztonyosan nem a szélsőségekből fogjuk tudni lemérni. A szélsőségekkel kapcsolatban az a helyzet, hogyha van mondjuk egy, tegyük fel, teljesen változatlan éghajlatunk, és van belőle mondjuk 100 mérésünk, akkor 1% az esélye annak, hogy egy rekordot találunk a pozitív irányba, a másik 1% a negatív irányba. Na most ugye nem 100 évünk van, néha több, nem egy állomásunk, hanem rengeteg, nem egy meteorológiai elemünk, hanem rengeteg, de igazából az a csoda, hogy csak ennyi rekord dől meg, de még egyszer mondom, hogy nem azt jelenti, hogy nem változik az éghajlat, majd talán annak a bizonyítékait is előtárom. Sajnos a szélsőségek, vagy szerencsére a szélsőségek nem hordozzák ennyire egyértelműen a bizonyítékot. Van néhány szélsőség, amelyről már most tudjuk számításokból, adatelemzésekből, hogy valószínűleg belejárói az éghajlat lassú, de biztos eltolódásának, és van, ami teljesen nincs összefüggésben vele, vagy nagyon hosszú idő évszázadok adatai kell ahhoz, hogy esetleg meg tudjuk állapítani. Példa az egyértelmű kapcsolatra az, hogy a eseti nagy csapadékok, amikor néhány órán belül, egy napon belül nagy mennyiség hull le, ez a mennyiség, ez növekvőben van, mind az adatok, mind a klímamodellek számítása szerint. Ugyanígy gyakorlatilag mindazok a fajta szélsőségek, amelyek ugye a változás tendenciájának az irányába esnek, tehát például nyáron a nagy melegek, hát nyilván ahogyan melegszik az egész rendszer, hát könnyebben csúszik ki egy-egy nagy érték. Paradox itt a Kárpát-medencében ugyanakkor az, hogy várnánk, hogy oké, akkor a fagyok majd csökkennek, hiszen a melegedésnek ez is kellene legyen a következménye. Ezek valahogy nem csökkennek, tehát sem az enyhek is pár fokos mínuszok télen, sem a csúnya késő tavaszi április végi május elejei fagyok. Ez azért van, mert ezekben az időszakokban, késő tavasszal, meg sokszor máskor is gyakrabban van anticiklon, az a derült idő. És bizony a derült idő az esti éjszakai órákban előteljesebb leülésen jár. Tehát itt az éghajlati tendenciának a cirkuláció módosulása ellent. Ma egyébként elég bonyolult ez a cirkuláció módosulás. Nem tudjuk úgy elképzelni a klímaváltozást, hogy na akkor azt mondják, hogy 2 fok globálisan, akkor valahogy húzunk egy vonalat, és akkor azon mellé mentén mindenhol 2 fok a változás. Hogy úgy, hogy na északon 4 fok, aztán 3, aztán 2, aztán 1, nem ennyire egyszerű a helyzet, nagyon összetett módon változik az éghajlat. Szélsőségek izgatnak bennünket igazán, de nagyon sokszor végsősorban a tendenciával teljesen ellentétes vagy attól független történések menekünk. Például az idei erősen csapadékos, rekordcsapadékos nyár, tehát tényleg, tavasz később az megvert minden korábbi megfigyelésből 100 év óta, ezzel együtt ez pont ellentétes esemény ahhoz képest, mint amit a modellekből sok évtized átlagában várunk. Tömeg, az energia és az impulzus, mint 3 alapvető megmaradási tétel, alkotják a modellek alapját. Ezek a megmaradási tételek sajnos nagyon csúnya parciális differenciál egyenletekkel írhatók le, annyival parciális, ugye, hogy tértől és időtől függ, térben 3 dimenziótól, időben 1 dimenziótól. Ezek olyan egyenletrendszerek, amik már magában az előrejelzésben, tehát sokkal rövidebb távra sem oldhatók meg papírral, ceruzával, hanem csak numerikus megoldása van, tehát exakt pontos megoldásuk nincs ezeknek az egyenleteknek. És ezeket kutatják a modellekben nem csak a légkörre, hanem az óceánokra is, szárazföldek felső néhány méterére, még a biomassa vagy bioszféra is, mint fizikai közeg jelen van. Egyetlen gond, hogy ezeknek a modelleknek a térbeli felbontása még mindig csak 100 km, ez azt jelenti, hogy ilyen távolságra vannak egymástól a rácspontok.
Természetes, hogy az időjárás előrejelző modellek már pár kilométeresek, de azt csak néhány órára, egy-két napra kell futtatni, ez pedig ugye 100 évre, és mondjuk nagyjából ugyanazzal a számítógéppel. Ezekkel kérdezzük meg, hogy mekkora veszélyt jelent a klímaváltozás. Aztán azt a kérdést, hogy oké, de akkor mondjuk a Kárpát-medencében mi várható, azt már ezekkel a modellekkel nem igazán jól tudjuk megmondani. Ezért ezekbe a nagy modellekbe beleágyaznak egyoldalú csatolással ilyen kisebb bontású modellek, amelyek 10-25 km térbeli léptéket jelentenek. Ilyen beágyazott modell már Magyarországon is fut, nem is egyen négy, 2 az ELTE meteorológiai tanszéken, 2 az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, az én második munkahelyemnél. Még az a gond, hogy ezek a beágyazott modellek nem igazán pont ugyanazt adják eredményként. Tehát ha összehasonlítunk 4-et, akkor már sok ellentmondás van. A világnak van körülbelül 15 ilyenje, már csak aztokat mondva, amelyek Magyarországra is eredményt adnak, mert hiszen ahol Dél-Amerikában fut valami, az idáig nem számol el. De ez a fejlődés. Alapvetően arra van nagy bizonyítékunk, hogy melegszünk. Ez minden kétséget kizárólag megfigyelések sorozata bizonyítja, akár a hagyományos meteorológiai elemeket nézzük, akár a gleccserek vastagságát, akár a tengerszint emelkedését, akár magának a tengernek a hőmérsékletét, a hótakaró visszahúzódását, a jégtakaró visszahúzódását, ez meglehetősen egyértelmű kérdés. Izgalmasabb az, hogy miért van ez a folyamat, tehát ez egy olyan fél évszázada már itt van. Arra a választ, hogy miért van ez a melegedés, 90% bizonyossággal tudunk mondani. A fő bizonyíték amellett, hogy ennyire valószínű, hogy az ember okozza, az, hogy az elmúlt 50 év melegedése nem jöhetett volna létre az emberi tevékenység nélkül. Ezt úgy vizsgálták meg, hogy kb. 17, ha jól emlékszem a számra, klímamodellbe betették mindazokat a külső tényező változásokat, amikkel ismeretünk van, tehát széndioxid, metán, dinitrogénoxid, N2O, halogénezett szénhidrogének, vulkánok, aeroszolok, mindent, amit tudunk a tevékenység. És akkor így meg tudták magyarázni, hogy pontosan úgy alakult a modellekben a változás, ahogyan a valóság megfigyelése szerint. Amikor azonban olyan kísérletet hajtottak végre, hogy kivették belőle az összes antropogén ember okozta tevékenységet, a főszereplő üvegházhatású gázok mellett az aeroszolokét is, amik egy kicsit fékezik a változást, akkor viszont 1950-60 tájékától szétvált a szimuláció és a tény. Tehát a tény egyre inkább melegebb volt az így természetes okokból létrejövő szimulációnál. A két nagyon nagy hiba esetén még mindig igaz lehet az, hogy mégsem az ember okozza. Az egyik hiba az lenne, hogy nagyon túlbecsülik a modellek a számításokkal az üvegházhatású gázok növekedésének az éghajlati következményeit. Ez ugye lehetséges hiba. A másik lehetőség, hogy igen ám, de valami akkor azért mégis okozza ezt a melegetést. És bármit próbálkozik a világtudománynak megtalálni más okokat, igazából nem tud. Tehát két igen nagy hiba kell hozzá, ennek a valószínűségét becsli 10%-osra vagy ennél kisebbre a tudomány. Tehát nem teljesen kizárható. Nagyon kicsi valószínűséggel még az is lehet, hogy semmilyen külső tényező nem okozza, csak egyszer magától ugrik. Igen kicsi annak a valószínűsége, hogy ne az ember okozza. Nem zárhatjuk ki, vizsgálni kell, figyelembe kell venni minden ellentétes számítást. Abban én magam biztos vagyok, hogy nincs arról szó, hogy mondjuk a világ tudományos sajtója, értve alatt a szaksajtót, abban lenne érdekelt, hogy minden állítás, ami az antropogén hatás ellen van, az ne jelenhessen meg. Sajnos az emberi tevékenység sokkal gyorsabban tudja megváltoztatni az éghajlatot, sőt, tulajdonképpen már eddig gyorsabban változtatta. A természetes változások olyan két nagyságrenddel lassúbbak. Tehát a mértékében sokkal nagyobbak lehetnek, mint amik eddig végbe mentek, vagy akár amitől tartunk is, annál is lehetnek nagyobbak, de a sebesség nagyon kellemetlen. Négy dologtól függ, ha maradjuk egyszerűség kedvére a széndioxid kibocsátás. A többi gázra is ugyanez lenne elmondható. Az egyik dolog az a népesség száma a Földön. Második az egy ember által átlagosan megtermelt vagy felhasznált mondjuk dollár. A harmadik az egy dollár
kitermeléséhez szükséges energia, negyedik az 1 megawattóra energiához szükséges széndioxid kibocsátás. 1970 óta szép lassan nő, szép lassan csökken, kisebb lesz az 1 dollár megtermeléséhez szükséges energia, és ugyanígy kisebb lesz az 1 megawattóra energiához szükséges széndioxid kibocsátás. Ez idáig nagyon frankó, baj az, hogy az első két tényező viszont ennél sokkal meredekebben erősödött nőtt. Tehát a feladat az, hogy a hátsó két tényezőben kell tenni valamit, kell beavatkozni. A széndioxid korlátozásnál meg ugye a megújuló energiát jelenthetnek előny, és hát valahol az atomenergia dolgait is alaposan keresztül kasulát kell gondolni, mert ez tényleg tipikusan olyan, hogy melyik ujjunkat harapjuk, de lehet, hogy most éppen nem jót harapunk Európa szerte. Azt azért tudni kell, hogy egy átlag amerikai polgár 2,5-szer annyi széndioxidot bocsát ki, üvegházhatású gázt, mindegy, miben átszámoljuk egymásban, mint egy Európai Uniós, így 27-esével is. Egy ilyen 27-es Európai Uniós tag 2,5-szer annyi széndioxidot bocsát ki, mint egy kínai köztársaságbeli polgár. És egy ilyen kínai még mindig 2,5-szer annyit, mint egy indiai. Az Európai Unió ugye azért jogos, hogy felhívja világ figyelmét ezekre a dolgokra, mert ha 1 dollár megtermelt jövedelemre vetítjük az Európai Unió országainak a kibocsátását, itt még most a 15-öknek tudom a számát mondani, akkor messze a legkisebb széndioxidot bocsátja ki ez a 15 ország. Velünk együtt egy kicsit rosszabb a helyzete, Amerikával szemben egy ilyen 60%-kor. A lényeg az, hogy ne engedjük 3 fok fölé a melegedést. A fölé nem szabad engedni. Jó lenne minél előbb megfogni, minél előbb annál jobb, de 3 fölé nem szabad engedni. Minden tized fok, amivel hamarabb meg tudjuk fékezni, segít, hiszen a tengervíz emelkedése, ami már eddig 18 cm, az annál lassúbb lesz, minél hamarabb megfogjuk. Ugye még akkor is lehúzódik a melegedés hullám, és még évszázadokkal később is emeli a tetejét, az a hőtágulás, ami az ország mélyebb rétegeiben megy végbe, de itt nagyon jelentős, hogy minél hamarabb megfogjuk. Hát ugye tudjuk azt, hogy Tuvalu-szigetéről már költöznek vízén vannak emberek, mert már ott egy csomó ház már olyan, az a mégis nem nagyon nagy tengerszint emelkedés, az már őket, az ő életüket lehetetlenül teszi. De van változás, hát lépten nyomon látjuk, hogy ezek a megújuló energiaforrások ugye már gazdasági társaságokat működtetnek, már léteznek passzív házak, mindenféle van már. Néha gyorsabban is, mint ahogy gondolnánk, vagy ahogy a biztos tudásunk mutatja, tehát itt nem érzem annyira rossznak ezt a helyzetet. Van esély. Én ugye alapvetően nem is fizikával foglalkozom, hanem valószínűségszámítás, sztohasztika módján próbálom leírni azt a rendkívül bonyolult rendszert. Számomra ez teljesen oké, hogy úgy tendenciaszerűen, trendszerűen, előre szaladásokkal, visszalépésekkel zajlik ez a folyamat. Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat megindult, és hát nagyon bízom benne, hogy a kőkorszak sem azért múlt el, mert elfogyott a kő, hát a szénbázisú társadalom sem azért múlik el, mert elfogy az összes fosszilis tüzelőanyag.